tartós fagy. Március végén derülhet ki, hogy milyen károkat okozott az őszi vetésekben az elmúlt napok szokatlanul hideg időjárása. Ilyenkor a vadakat is etetni kell. ESZJA. Ezen a héten postázza a NAV az idei évre vonatkozó bevallásról szóló tájékoztatót. Változás, hogy az adóhatóság elkészíti a magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallását. Hivatali vesztegetés. Ezzel vádolja a megyei ügyészség azt a férfit, aki a fehérgyarmati földhivatal munkatársaként anyagi ellenszolgáltatás fejében ingatlannal kapcsolatos adatokat szolgáltatott ki. Március végén derülhet ki, hogy milyen károkat okozott az őszi vetésekben az elmúlt napok szokatlanul hideg időjárása. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Főleg ott lehet probléma, ahol a termés már kikelt, a megyében is van ilyen terület. Tartós fagy idején a vadakra is figyelni kell, az állatokat rendszeresen etetik a vadásztársaságok. 5 zsák kukoricát raktak ki erre a vadászterületre még múlt héten. A vadgazdálkodás fontos része, hogy a hideg időben gondoskodjanak az állatok ellátásáról. Egy jó gazda már október végén megkezdi az úgynevezett szoktató etetést. Az állatok itt térre már megszokják azt a helyet, ahol élelmet találnak. A technika fejlődésével sikerült megfigyelni, hogy hol érzi magát, hol tudja a vad természetesen felvenni a téli takarmányt, amíg az etető alatt kapkodja a fejét, elszalad egy csőtengerivel, nem érzi magát biztonságban. Addig az ilyen természetes körülmények között, ha úgy egy délután meg tudnánk figyelni, akkor 10-15, akár 20 is egy csomóban nyugodtan fog étkezni, nem fogja a fejét kapkodni, biztos, nagyobb biztonságban érzi így magát a vad, mint az etető alatt. A vadak ilyen hidegben védett helyre húzódnak és nem mozdulnak, csak ha már kínzó az éhség, ezért nem látni őket. A legtovább a vaddisznó bírja táplálék nélkül, de fontos mindegyik vadnak biztosítani az élelmet. Nagy kalóriatartalmú szemes takarmányt szoktunk ilyenkor kiszórni a nagyvadnak is, az etetőkbe, meg az apróvadnak is rendszeresen, mert ha megszokták, hogy élelmet találnak, akkor ugyanoda mennek vissza, és ha nincs, akkor ez egy felesleges út, nagyon takarékosan bánnak az energiával, csak akkor mozdulnak ki a takarásból, amikor éhesek, nincs annyi energiájuk, fölös energiájuk, hogy naphosszat keressék a takarmányt, ezen nekünk kell segíteni. Minden szemes termény alkalmas, ami nem romlott, ami nem penészes. Itt már épp kikelt az árpa a föld alól virányosan, a gazdák ezen a területen csak novemberben tudtak vetni. Az őszi kalászosnak főleg az októberi időjárás volt kedvezőtlen. A vetési időszakban több mint 200 mm csapadék hullott, ez az átlagos mennyiségnél lényegesen magasabb volt. A januári mínuszok azokban a táblákban okozhatnak károkat, ahol már előbújt a termés. Egyes gazdák szerint ez az időjárás még nem okozhat gondot. Ez az időjárás majdnem megközelítette az optimális, és én úgy tartom, hogy ha tél van, akkor legyen hideg, ugye a nyár, akkor annak megfelelő hőmérséklet. Tehát egy 15-17 fokig mínusz, és ez, hogy úgy mondjam, fokozatosan, és nem ugrába jelentkezik, tehát úgy, hogy egyszer alacsonyabb, egyszer nagyon hirtelen nagyobb, ugye a hőmérséklet, akkor az időben, jó minőségben, megfelelő agrotechnikai körülmények között elvetett őszi kalászosoknál nagyobb problémát nem jelenthet. Eddig még nem végeztek szemléket a mezőgazdasági területeken. Ilyenkor még nehéz felmérni és megbecsülni a vetés minőségét, illetve az esetleges károkat. Az is problémát okozhatott, hogy bár mínusz 25 fok is volt éjszakánként, 20 szinte egyáltalán nem esett. Az rontana főleg a helyzeten, ha most egy melegebb időszak következne, aztán pedig egy újabb kora tavaszi fagy. Ebben az esetben akár 25-30%-os is lehet a termés kiesés. A gyümölcsösöknek viszont kedvez az elmúlt napok hideg időjárása. A kártevők meg éppen az áttelelők elpusztulhattak ebben a mínusz 15 fok alatti hőmérsékletben, úgyhogy én úgy gondolom, hogyha gyengébb vesszők el is fagytak, azt még a metszéssel korrigálni lehet, úgyhogy arról még korai lehetne, korán így lenne azt mondani, hogy a gyümölcsösökben kárt okozott. Lehet, hogy a csontélyesokban, baraszban, meccseresznyék koraikban, ez majd kimutatható lesz, de az, hogy már most azt mondani, hogy terméskiesés lesz, én szerintem korai lenne. A napokon át tartó mínuszfokok azokat a gombákat is megölhették, amelyek a kalászosoknál jelentkezhetnek.
Ezen a héten postázza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az idei évre vonatkozó ESZIA bevallásról szóló tájékoztatót. Legújabb változás idén, hogy az adóhatóság elkészíti a magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallását. A tervezetet március 15-e és május 2-a között kapják meg az adózók, kivéve a vállalkozók, az áfa fizetésre kötelezettek és az őstermelők. Az átlagosnál jóval kisebb az ügyintézés az adóhatóságnál, a forgalom a bevallási és befizetési határidőknél növekedik meg. Január 1-től nem csak számos adózásra és kedvezményekre vonatkozó szabály változott meg, hanem a héten elkezdte az adóhatóság kiküldeni azokat a tájékoztatókat is, amelyek részletesen leírják az adózókat érintő változásokat, ebben azt is, amelyek a bevallásra vonatkoznak. Ugyanis több millió magánszemélynek készíti el idén a NAV a személyi jövedelemadó bevallását, kivéve az egyéni vállalkozókat, őstermelőket és az áfa fizetésére kötelezetteket. A tavalyi évtől kezdve már megszűnt az a lehetőség, hogy az egyszerűsített bevallás kitöltésével teljesítik a bevallásukat, bevallási kötelezettségüket az adózók. Az idei évtől már nem lehet ezzel a lehetőséggel élniük. Azonban a családi kedvezményezettek is bekerültek az ESZIA tervezet körébe. Tehát, hogyha valakinek családi kedvezményre jogosultsága van, igénybe is veszi, akkor az is szerepel majd ebben a tervezetben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 220 ezer ESZIA bevallást vár az adóhatóság. Most még nem tudják, hogy ebből mennyi magánszemélynek készítik el a bevallás tervezetet, hiszen van, ahol továbbra is a munkáltató végzi ezt a feladatot. Az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek március 15-e után tekinthetik meg a személyi jövedelemadó bevallás tervezetet, illetve május 2-áig kapják meg azok az adózók, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, ők postai úton fogják megkapni ezt a bevallás tervezetet, illetve nagyon fontos megemlíteni, hogy május 20-a a bevallás befizetésének, illetve a teljesítésének is a határideje. Ugyaneddig kell nyilatkozni az 1+1%-okról is. Az újdonság tehát a magánszemélyekre, illetve az adószámos magánszemélyekre is vonatkozik, ugyanakkor a NAV felhívja a figyelmet arra, hogy az adóbevallásért továbbra is mindenki saját maga felel. A tervezetet az ügyfélkapun keresztül lehet javítani, módosítani és kiegészíteni is. A gyorsaság és egyszerűség miatt a megyében is ajánlják az adózóknak az ügyfélkapus regisztrációt. Hivatali vesztegetés elfogadásának büntettével vádolja a megyei ügyészség azt a férfit, aki a Fehérgyarmati Földhivatal munkatársaként anyagi ellenszolgáltatás fejében ingatlannal kapcsolatos adatokat szolgáltatott ki. A férfi a Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálatán bukott le, miután átvette a hatóság álnéven bemutatkozó munkatársától a pénzt. Talán 4 napos, de igazából a titkos információgyűjtés pontos befejezésének a dátumát nem közölt az a védelmi szolgálat, mivel erre konkrétan valószínűsítettően nem is kérdezett rá a tisztelt bíróság. Az ügyész beszél az ügyben indított büntető per csütörtöki tárgyalásán a nyíregyházi törvényszéken. A vádirat szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársa 2016. áprilisában álnéven ismerkedett meg a vádlottal, majd találkozót kért tőle. Ennek során a tárgyalótiszt arra kérte a férfit, hogy szerezze meg egy magánszemély ingatlanjának adatait a földhivatali nyilvántartásból, amiért cserébe pénzt ajánlott neki. Az osztályvezető a segítség fejében azt kérte, hogy az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést ő készíthesse el. Ezután átmentek a hivatal másik helyiségébe, ahol 100 ezer forintot vett át a kért adatokért. Ebbe a úgynevezett titkos jellegű részhalmazat tartozik bele ez a megbízhatósági vizsgálat is. Mindannyian tudjuk. A tisztelt tanács is számtalan esetet találkozott, ügyek buktak már meg. A bizonyítási eljárásban a védelem által beidézett tanúkat hallgatta meg a bíróság. Vallomást tett többek között az a nő, aki a vádlott által látogatott étteremben felszolgálóként dolgozott, és meghallgatták a férfi egyik volt munkatársát is. A büntetőper további bizonyításokkal folytatódik, ítéletet később hoz a nyíregyházi törvényszék. Árokba csúszott egy szemes takarmányt szállító kamion csütörtök délelőtt Kemecsén a Szent István utcában. A balesetben a jármű egy beton villanyoszlopot is kitört, átmenetileg 4 háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a szerelvényt tűzoltódaru segítségével csörlőzve húzták vissza az útra, személyi sérülés nem történt.
Fokozatosan egyre több átmeneti szállón és családok átmeneti otthonában élő rászorulót kellene elhelyezni külső férőhelyeken egy nemrégiben elfogadott törvény szerint. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Az emberek kevésbé, ha a borjúfókák azonban kifejezetten örülnek a napok óta tartó zord időjárásnak. A Nyíregyházi Állatpark 4 fős csapata vidáman úszkál a jégtáblák között. Az állat természetes élőhelye az Atlanti és a Csendes-óceán északi része. Hétfő óta készül a tavaszi szezonra a Nyíregyházi KC. A férfi kézilabda NB1B keleti csoportjának 3. helyén álló együttes változatlan játékos kerettel várja a folytatást. A bajnoki rajtig 6-7 edzőmeccsen lép majd pályára az NKC. Fokozatosan egyre több átmeneti szállón és családok átmeneti otthonában élő rászorulót kellene elhelyezni külső férőhelyeken. Ezt is tartalmazza az a szociális törvények módosítására vonatkozó csomag, amelyet a tavalyi év utolsó ülésén fogadott el a parlament. A hajléktalanok és az átmeneti otthonokban élők a külső férőhelyeken lakhatási támogatást kapnak majd, valamint segítséget a munkához jutáshoz. Az Oltalom Szeretett Szolgálat által működtetett átmeneti szállón 40 fő fér el. A szociális törvény módosítása szerint az átmeneti szállások megszűnnének és a hajléktalan ellátásban, illetve a családok átmeneti otthonaiban is minél több ellátottat külső férőhelyeken kellene elhelyezni, ahol elsősorban a lakhatásukat kell segíteni. Az intézmények kevesebb állami normatívát kapnának azok után, akik kikerülnének az intézményi ellátásból. Az átállás ütemtervét 2018-ra kell kialakítani. A nemzetközi gyakorlat is azt bizonyítja, hogy nem minden ellátott alkalmas az önálló életvitelre, másrészt nincsenek jelenleg olyan külső férőhelyek, ahová vihetnék a jelenleg átmeneti szállásokon, hajléktalan szállókon élőket. Erről Laborszi Géza, az Oltalom Szeretett Szolgálat lelkész igazgatója beszélt 35 perc című műsorunkban. Ugye az a probléma, hogy akik ide jönnek, azok vagy kapnak szociális, tehát valamennyi minimális jövedelme az átmeneti szállásokon is van, kap szociális segélyt, vagy közfoglalkoztatásban egy minimum összeget. Na, tehát ebből az összegből egy bérleményt nem tud valaki fenntartani, és még plusz meg is élni. Tehát, hogy eleve ez fölvet egy csomó problémát, hogy azok, akik jönnek, azok hogy fogják tudni ezt finanszírozni. A lelkész igazgató szerint az önkormányzatok szociális bérlakás programjával lehetne biztosítani a rászorulók lakhatását. De mindezek mellett ki kellene alakítani azokat az életkészségeket bennük, amivel rehabilitálhatók. Teltházon működik a Magyar Vöröskereszt által fenntartott 30 férőhelyes anyaóvó is. A bántalmazott anyák először egy krízisközpontban 50-60 napot tölthetnek, majd az anyaóvóba kerülnek. Azok a töredék családok, akik már egy bizonyos időt eltöltenek nálunk a családok átmeneti otthonában, az anyaóvóban, utána egy úgynevezett félutas házba kerülnek, egy kiléptető házba, aminek az a funkciója, hogy ott már a család nagyobb önállósággal bír, kisebb a gondozási óraszám, amit a családgondozók velük töltenek, arra készítik fel a családokat, hogy kikerülve egy biztos menedékből önálló életre legyenek képesek. Ennek például feltétele az is, hogy az anya rendelkezzen munkaviszonnyal, tehát hogy önállóan legyen képes gondoskodni önmagáról és a gyerekeiről. A félutas házban akár 5 évet is eltölthet a család, mondta el az igazgató, hozzátette, ezeket a programokat pályázatokból finanszírozzák. Az emberek kevésbé, ha a borjúfókák azonban kifejezetten örülnek a napok óta tartó zord időjárásnak. A Nyíregyházi Állatpark 4 fős csapata vidáman úszkál a jégtáblák között. Az állat természetes élőhelye ugyanis az Atlanti és a Csendes-óceán északi része. A gondozók felkészítették őket a hidegre, ősztől folyamatosan emelik a fókák takarmányigényét. Nem mindenkinek esik zokon a napok óta tartó szokatlan hideg. A Nyíregyházi Állatpark borjúfókái vidáman úszkálnak a jégtáblák között. Az állatok természetes élőhelye az Atlanti és a Csendes-óceán északi vizei, ezért a jelenlegi magyarországi hőmérséklet igen kedvező számukra. Erre az időre azonban fel kell őket készíteni. Ezt úgy tesszük meg, hogy még nyáron naponta körülbelül 2 kiló tengeri halat esznek, ezt folyamatosan elkezdjük növelni őszi-téli időszakban. Most már olyan 6 kiló zsírbandús tengeri hal a menü, és ennek hatására már több mint 10 cm-es zsírrétegük van a bőrük alatt.
Éppen etetik a borjúfókákat, az állatok minden falatnak örülnek. A nyíregyházi állatparkban élő csapat jelenleg 4 főből áll, egy ivarérett hímből és 3 nősténből. Ez a faj a legkönnyebben tartható fókaféle. A nyíregyházi állatpark több fókafajt is bemutat. A kalifornia oroszlán fókák, akiket a fókasó nagy sztárjai, nekik fűteni kell például a medencét, ők nem annyira jól bírják a hideget. A borjúfókák viszont isteni időszakot élnek meg most is, nagyon-nagyon tetszik nekik az, hogy zajló jégtáblák vannak a kifutójukban, és folyamatosan játszanak vele, úgyhogy Magyarországon általában borjúfókát szoktak tartani. Az előrejelzések szerint még pár napig biztosan örülhetnek a borjúfókák a zord téli időnek. Az állatok életük 3/4 részét vízben töltik, testük is ehhez idomult. Áramvonalas torpedó alakjuk van, fülkagylóik pedig egyáltalán nincsenek, orrnyílásaik zárhatóak. Több napot is úszással tölthetnek egymás után, természetes körülmények között akár 50 kilométeres távolságot is megtesznek táplálékuk beszerzéséért. Hétfő óta készül a tavaszi szezonra a nyíregyházi KC. A férfi kézilabda NB1B keleti csoportjának 3. helyén álló együttes változatlan játékos kerettel várja a folytatást. A bajnoki rajtig 6-7 edzőmeccsen lép majd pályára az NKC. December 18-án a tiszavasvári elleni győztes meccse zárta az őszi szezont a nyíregyházi KC. A játékosok a pihenőt követően hétfőn kezdték el az edzéseket, az első héten vegyes felkészülés szerepel a programban. Az erő, a gyorsaság és az állóképesség fejlesztése mellett azért a taktikai és a technikai elemek súlykolására is fordít időt a Grandjean Gábor Bécsi János edzőpáros. A bajnokság első felében 13 mérkőzésen, 9 győzelemmel és 4 vereséggel 18 pontot szerzett az elmúlt nyáron átalakított együttes, és a cél az, hogy a jelenlegi 3. helyét a szezon végéig megőrizze az NKC. Ezzel az elért 3. helyel mindenképpen elégedettek lehetünk, hiszen a közvetlen riválisok, a Kecskemét, illetve a Békés, akik 3 ponttal mögöttünk vannak, azok a tavasszal itthon fogjuk őket fogadni, úgyhogy én pozitívan látom, én azt gondolom, hogy a csapat sok mindenben előrelépett, vannak hiányosságok és vannak még olyan részek, amiket jó lenne még itt a felkészülés időszak alatt majd egy kicsit pótolni, gondolok itt a felátfédelem elé támadó taktikánkra, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton járunk, és bízom benne, hogy ezt a 3. helyet az év végén is sikerül megtartanunk. Erdős Zoltán tavaly nyáron 2,5 év után tért vissza Nyíregyházára. Az ősszel 48 gólt szerző, 25 esztendős irányító átlövő teljesítményére nem lehetett panasz a bajnokság első felében. Saját magaméval úgymond meg vagyok elégedve, a csapatéval még inkább, azt, amit kitűztünk célul, hogy 3. és 6. helyen valahol a kettő között érjünk a végén finishbe. Azt gondolom, hogy jó úton haladunk, hiszen 3. helyen állunk. Nem volt nehéz dolgom a beilleszkedésnél, hiszen itt játszottam, itt nevelkedtem ennél az egyesületnél. Nagyjából olyan sok új arc nem érkezett addig, amíg én távol voltam, szóval ezzel nem belgondol, inkább a játéknak a ritmusát kellett egy kicsit más volt Nyírbátorba, arra kellett átállnom, és úgy érzem, hogy a szezon, vagy az őszi szezon második felében sikerült jobban, jobb teljesítmény nyújtanom. A nyíregyházi csapat a jövő héten már felkészülési meccset játszik, a tervezett programban 6-7 találkozó szerepel. Erdőség utaznak Békésre, fogadják az Ózdot, és részt vesznek a Tiszavasvári által szervezett tornán. A tavaszi bajnoki nyitányon február 12-én a törökszentmiklósi Székás otthonában lép pályára az NKC. Az FC Joró Miskolc nyerte Máté Szalkán a 9. alkalommal megrendezett Szaltó Kupa öregfiúk labdarúgó tornát. A 22 csapatot felvonultató mezőnyben a Dentofit Debrecen végzett a 2. helyen, a 3. helyet pedig a másnaposok Máté Szalka együttese szerezte meg. Nem panaszkodhattak a kínálatra a Máté Szalkai futballszurkolók, január elejétől február végéig minden hétvégén rendezek egy tornát a Várossportcsarnokában. A sort a 250 ezer forint összdíjazású Szaltó Kupa Nemzetközi Öregfiúk torna nyitotta, amelyen 22 együttes mérte összetudását. A csapatokban jó néhány korábbi válogatott, illetve élvonalbeli futballista is pályára lépett. Máté Szalka minden támogatami sport. Az a lényeg, hogy mindenki mozogjon. Ugye ez most egy öreg fiúk rendezvény, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy gyakorlatilag február végéig minden hétvégén tele lesz a sportcsarnok játékosokkal, és minden generációból. Tehát itt a
más korosztályból, az utánpótlás csapatoktól egészen a serdülőkig, a jövő héttel kezdődően valóban pezsegni fog a sportélet, és én azt gondolom, hogy ha télen is meg tudjuk mozgatni az embereket az önkormányzat hathatós támogatásával, az mindenkinek jó, mindenki egészségesebb lesz, mindenki boldogabb lesz, és én azt gondolom, hogy azért vagyunk, hogy pezsgő legyen az élet Máté Szalkán. A tornán a tavalyi második helyezett FC Joró Miskolc csapata végzett az élen. A borsodi megyeszékhelyen egy évtized egyeduralkodónak számító együttes a Dentofit Debrecen és a másnaposok Máté Szalka gárdáját előzte meg. Én úgy gondolom, mindenki nagyon nehéz ellenfél volt, és nemes ellenfél volt a részünkre, bár a debreceniek, akik volt NB1-es játékosokkal, itt Madar Csaba és Rombi Tibi, Sándor Tomi, meg a Számja Kereke Zsombor nagyon-nagyon jó gárdát képeztek, de igyekeztünk helytállni, és szerintem megvertük őket a szembe egy nóra nagy nehezen, de tényleg nagyon jó volt, és az, hogy ők eljönnek ilyen rendezvényre, és emelik a rendezvénynek a fénypontját, ez mindenféleképpen sokat jelent, és hogy megnyerhettük így is, ez meg még nagyobb öröm számunkra. A tornán külön díjakat is kiosztottak a szervezők. A gólkirályi címet a Szatmár Németi csapatában szereplő Rebega Ciprián szerezte meg, a legjobb kapusnak a debreceni Katona Gergőt, a legjobb mezőnyjátékosnak pedig a miskolci Lippai Ákos választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Március végén derülhet ki, hogy milyen károkat okozott az őszi vetésekben az elmúlt napok szokatlanul hideg időjárása. Főleg ott lehet probléma, ahol a termés már kikelt, a megyében is van ilyen terület. Tartós vagy idején a vadakra is figyelni kell, az állatokat rendszeresen etetik a vadásztársaságok. Ezen a héten postázza a Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei évre vonatkozó ESZIA bevallásról szóló tájékoztatót. Legújabb változás idén, hogy az adóhatóság elkészíti a magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallását. A tervezetet március 15-e és május 2-a között kapják meg az adózók, kivéve a vállalkozók, az áfa fizetésre kötelezettek és az őstermelők. Hivatali vesztegedés elfogadásának büntettével vádolja a megyei ügyészség azt a férfit, aki a Fehérgyarmati Földhivatal munkatársaként anyagi ellenszolgáltatás fejében ingatlannal kapcsolatos adatokat szolgáltatott ki. A férfi a Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálatán bukott le, miután átvette a hatóság álnéven bemutatkozó munkatársától a pénzt. A Kölcsei Televízió iradóját látták január 12-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért böngészék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kiadós havazással, pénteken jelentős mennyiségű csapadékot okozó frontrendszer vonul át térségünk felett. Az éjjel beborul, megvastagszik a felhőzet és hajnaltól havazás kezdődik. A déli szél időnként megélénkül. Reggelre általában mínusz 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, tartós havazás várható. A déli szél időnként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. Délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Szombaton elhagyja hazánkat a kiadós csapadékot okozó frontrendszer, délelőtt még várható havazás, majd ott is megszűnik a csapadék. A következő napokban ismét hideg levegő érkezik fölénk, így vasárnap még napos időnk lesz fagypont alatti délutáni hőmérséklettel. A jövő héten borongós, napközben is fagyos idő várható.